adóbevallás. Már több mint 2 millió adózó ellenőrizte adóbevallás tervezetét online. A megyében közel 300 ezer ügyfélnek készítette el az adóhivatal az éves bevallását. Megújult faállomány a sóstói erdőben. A terület közkedvelt a sétálók, futók körében, ezért az itt lévő idős akác és tölgyfákat elsősorban biztonsági okokból kellett eltávolítani. Önkéntes program. A Vöröskereszt kezdeményezésében az önkéntességért cserébe nyelvvizsga vagy jogosítvány jár a fiataloknak. Már több mint 2 millió adózó lépett be a Nemzeti Adó és Vámhivatal online rendszerébe, hogy megnézze SZIA bevallásának tervezetét. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 300 ezer ügyfélnek készítette el az adóhivatal az éves bevallását, mely az elektronikus ügyfélkapun keresztül pillanatok alatt elérhető. Akik postán kérték bevallási tervezetüket, a napokban számíthatnak a megérkezésére. Egy hónappal a bevallási határidő előtt már közel 2 millió ügyfél látogatta meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikus SZIA felületét, hogy megnézzék bevallási tervezetüket. Közülük mintegy 500 000-an módosítás nélkül, 120 ezeren pedig némi módosítással jóvá is hagyták a dokumentumokat. Azoknak, akik postán kérték bevallásukat, a napokban érkezhet meg a tervezet. Ez közel 800 ezer ügyfelet érint, és csak azoknak kell benne korrigálni, akik valamilyen eltérést találnak a nyilvántartásukhoz képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 300 ezer bevallási tervezetet készítettünk el. Ugye itt most már az őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére is elkészítettünk egy javaslatot. Nekik azonban figyelniük kell arra, hogyha bármilyen jellegű adóköteles jövedelmük volt, akkor ezt a tervezetet ki kell egészíteni. Természetesen az őstermelőknek abban az esetben nem kell bevallást benyújtani, hogyha nincs egyéb adóköteles jövedelmük, valamint az őstermelő jövedelmük pedig nem éri el a 600 ezer forintot éves szinten. Azoknak az adózóknak mindenféleképpen ki kell egészíteniük az SZIA bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amiről a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem tartott nyilván adatot. Bármilyen más jellegű, akár ingatlan bérbeadásból származó jövedelmük van, akkor mindenképpen ki kell egészíteni a bevallást, és május 22-ig be kell nyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, hogyha ezt nem teszik meg, ez a bevallási tervezet automatikusan a részükre nem válik bevallássá. Körülbelül 50 ezer adózónak küldtük el postai úton azt a bevallási tervezetet, amelyet szintén mi készítettünk el. Ezek az adózók, hogyha egyetértenek a bevallási tervezettel, akkor nem kell visszaküldeniük a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, nem kell bejönniük az ügyfélszolgálatra, ez elfogadottnak tekinthető. A bevallási határidő idén május 22-ére esik. Addig még bárki nyithat ügyfélkaput, hogy a lehető legegyszerűbben hozzáférjen tervezetéhez, és rendelkezzen adója 1+1%-áról. Még tavaly kezdődött el a fakitermelés Nyíregyházán, a sóstói erdőben. A terület közkedvelt a sétálók, futók körében, ezért az itt lévő idős akác és tölgyfákat elsősorban biztonsági okokból kellett eltávolítani, mondta el Tölgyfa Gábor 35 perc című műsorunkban. A Nyírerdő ZRT erdészeti igazgatója hozzátette, helyükre tölgyet, akácot, vadkörtét, vadalmát és ezüsthársot telepítettek. Tavaly ősszel kezdődött Nyíregyházán a sóstói erdőben 4 hektáron fakitermelés, a kórháztól északra fekvő két területen. A főként akác és tölgyfa fajú erdőállomány kétharmada csúcsszárat fákból állt, ezért nem lehetett tovább halogatni a munkát. Az akác egy olyan 30-35 évre tesszük azt a kort, ameddig tartjuk, ameddig nem kezd el egészségállapota komolyan romlani. A tölgynél ezen a termékenyen 80-90 év. Na most itt az akác már 60 év felett volt, a tölgy pedig 120-130 év közelében járt. Tényleg a kétharmada száraz volt a fáknak, és hát egy ilyen területen mi erdőgazdálkodók mindig nézzük, hogy a kivágott fának hány százaléka tűzifa, hány százaléka hasznosítható valamilyen ipari célra. Ez a 50-et azért el szokta érni más területeken. Na most itt 20-25 százalék volt az iparilag még hasznosítható, de az is jóval-jóval értéktelenebb volt a túltartás miatt. Ez a terület közkedvelt a futók, sétálók körében. Miattuk is szükség volt kivágni a fákat, mivel a kidőlő fák és a zuhanó nagyobb ágak is veszélyesek lehetnek. A kivágott fák helyére a laposabb részeknél főként tölgyfákat ültettek, míg a dombosabb részeket változatosabb állománnyal frissítették fel. A dombtető, a domboldalba inkább lágylombos, lombos, elegyes erdőt célzunk meg, olyan fafajokkal, amik
idevalók, őshonosak, de azért a szennek is örömet okoznak. Vadkörte, vadalma, tehát ezek majd tavasszal, amikor elkezdenek virágozni, nagyon szép látvány fognak nyújtani. Ezüsthás, stb. Ültettünk elég komoly darabszámmal. Hát összesen egy 24 ezer darab csemerét ültettünk még a magvetésen kívül. A Nyír Erdő ZRT megközelítőleg 60 ezer hektár területen gazdálkodik két megyében. Évente körülbelül 1000 hektárnyi területen végeznek hasonló munkálatokat. Európai Uniós támogatással országos önkéntes programot indít a Magyar Vöröskereszt. A projekt keretein belül 9 megyében, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentkezhetnek a programba olyan 18 évnél idősebb, de a 22. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik középfokú tanulmányaikat sikeresen befejezték, és aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint munkahelyel nem rendelkeznek. Az önkéntességért cserébe pedig nyelvvizsga vagy jogosítás. A fiataloknak. Két sikeres pályázatnak köszönhetően 9 megyében mintegy 11 helyszínen 182 fő önkéntes fiatal bevonását tervezi a Magyar Vöröskereszt szervezete a következő 3 év alatt. Guráj Edina elmondta, az önkéntes közösségek létrehozásának a célja a szervezethez csatlakozó önkéntesek azon készségeinek fejlesztése, amivel hatékonyabban tudják segíteni a Vöröskereszt munkáját. Jelenleg két önkéntes programba kapcsolódott be a megyei szervezet. Az egyik egy saját pályázatunk, amiben önkéntes közösségeket hozunk létre. Ezeknek az önkéntes közösségeknek különböző humán fejlesztési programokat valósítunk meg, kommunikációs tréninget, együttléteket, önkéntes találkozókat. A cél az volna, hogy minél több önkéntes egyrészt kötődjön a Vöröskereszthez, tehát hogy az önkénteseink számát tudjuk bővíteni. A másik része, a másik célja pedig az, hogy a már meglévő önkénteseinket erősítsük meg abban, hogy jó a szervezethez tartozni. A másik országos önkéntes program célja a fiatal felnőttek megismertetése az önkéntességgel, és olyan komplex képzések és szolgáltatások nyújtása, melyek révén a célcsoportok munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzete javítható. Minden fél évben 3 fiatalt vonunk be, akik egy megadott havi óraszámban segítik a munkatársainknak a napi munkavégzését, és ezért az önkéntes munkáért cserébe segítünk nekik abban, hogy jogosítványt kapjanak, illetve nyelviskolába járhassanak. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy mondjuk az egyetemi belépőhöz szükséges nyelvvizsgájukat minél hamarabb, minél könnyebben meg tudják szerezni. Azok a fiatalok, akik ide csatlakoznak, nagyon fontos elvárás, hogy a középiskolai tanulmányukat befejezzék, és sem felső is, tehát a felső fokú képzésben még ne vegyenek részt, illetve munkahelyen ne rendelkezzenek. A bevont önkéntesek számára a Vöröskereszt lehetővé teszi a B-kategóriás jogosítvány megszerzését, a nyelvi képzés biztosítását és az elsősegély tanfolyam elvégzését is. Május 15-éig tart az egységes úgynevezett területalapú kérelmek szankciómentes benyújtásának időszaka, tájékoztatta híradónkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete, ami arra is felhívja a figyelmet, hogy ugyan már április 3-ától működik az elektronikus beadó felület. A várhatóan igénylő gazdálkodók több mint fele nem adta még be kérelmét a megyében. A kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatban a falugazdászok segítségét kívánják igénybe venni, mielőbb keressék a NAK munkatársait, illetve egyeztessenek időpontot a sikeres és időben történő benyújtás, valamint a határidőhöz közeledve az ügyfélfogadási helyszíneken esetlegesen előforduló hosszú várakozási idő elkerülése érdekében. Ebben az évben már 44 jogcím alapján kérhetik a támogatási összegeket a gazdálkodók ennek a rendszernek a segítségével, nem beszélve az egyes jogcímeken belüli további különböző támogatási formákról. Negyedik alkalommal rendezte meg gátfutó versenyét Tiszabercelen a Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A futók 3 távon 3,2, 7,2 és 10 kilométeres távon versenyezhettek, de a kicsiknek gyermekfutamot is szerveztek. A gátfutó verseny célja, hogy a sportolás mellett hivatásuk fontosságát elismerve tisztelegjenek a vízügyi dolgozók előtt. 3, 2, 1. Gyerekfutammal indult a negyedik gátfutás Tiszabercelen.
a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság negyedik alkalommal szervezte meg futóversenyét. A kicsiknek három korcsoportban 500 méteres távot kellett teljesíteniük az aszfaltozott töltéskoronán. Közülük volt, aki már visszatérő versenyzőként harmadjára állt rajthoz. Tavaly előtt is megnyertem, tavaly is, és úgy tetszik ez a verseny. A verseny néhány évvel korábban gátőrfutás néven indult az ország 11 vízügyi igazgatóságának a területén. A megmérettetést korábban márciusban rendezték meg, a vízvilágnapjához kötve. Azóta a rendező igazgatóságok száma, a dátum és a név is változott, hiszen szinte már csak a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság rendezi meg áprilisban a versenyt gátfutás néven. Ennek az a lényege, hogy hívjuk fel a figyelmet a természetes vizekkel való foglalkozásra, azoknak a szakembereknek a munkájára, akik itt nap mint nap a gáton, a folyók mellett tevékenykednek, és úgy gondolom, hogy ha ez sikeres lesz, akkor az idejövő fiatalság lehet majd a jövő vízügyes szakembere is. Az idei versenyen az 50 gyerek nevező mellett közel 120 felnőtt is rajthoz állt. 3,2 kilométert, 7,2 kilométert és 10 kilométert jelöltek ki a szervezők. A versenyzők között többen is voltak, akik a vízügyi igazgatóságtól érkeztek. Én rendszeresen futok, és ezen a versenyben is negyedik alkalommal veszek részt, és nagyon szeretjük, mert itt a természetben futhatunk, és nem egy mesterséges épített környezetben. Felhívhatjuk a figyelmet, hogy milyen fontos a természetünk védelme, és a munkánkra is ezzel felhívjuk a figyelmet. A legtöbben nem először vesznek részt a gátfutáson, ők nem csupán a megmérettetés miatt térnek vissza. Nekem azért más, mert a két gyerekemet is elhoztam, ők nagyon élvezik a futást, alapból az, hogy versenyezik el, és elsők szeretnek általában lenni. Valamint én is vízügyi igazgatóság dolgozója vagyok, és támogatom azzal a rendezvényt, meg a kollégák is, akik részt vesznek ebben, jó így látni így együtt a közösséget. Az első 100 nevező ajándékban is részesült az egyik neves hazai sportáruháznak köszönhetően, aki nem csupán támogatóként volt jelen, hanem a nyíregyházi áruház igazgatója versenyzőként is rajthoz állt. Szerencsére már harmadik éve tudunk itt lenni ezen a futáson. Nyilván rengeteg sportrendezvényen ott vagyunk, viszont ez valóban más egy kicsit, hiszen szeretnénk eljuttatni az emberekhez magát a futást, a futásnak az örömét, és a természetesen a természet, hogy a víz, a természetnek a védelme megint egy fontos dolog, erre szeretnénk felhívni a figyelmet. A negyedik gátfutás versenyzőit nem csak a futás várta, hanem az 1896-ban épült Tisza Berceli műemlék szivattyútelepi épületét is megtekinthették. Megyei rangadót játszottak vasárnap a labdarúgó NB2-ben, a tabella második helyén álló Kisvárda, a negyedik helyezett Nyíregyháza Spartakuszt fogadta a Várkerti pályán. Teltház előtt nagyszerű hangulatban kezdte a két csapat a rangadót, amelynek első negyedórájában inkább a mezőnyjáték dominált. A 22. percben aztán megszerezte a vezetést a Nyíregyháza, Kesztyűs baloldali beadását Pekár emelte vissza, Dragoner pedig közelről a kapuba fejelte a labdát. A 35. percben megduplázta előnyét a Spari, Pekár gurította vissza a labdát az érkező Csilusnak, akinek 22 méteres lövése Vári lábán megpattanva vágódott a kapuba oldalába. A második félidőt agresszíven kezdte a Kisvárda, aminek az 54. percben meg is lett az eredménye, Olá beadását Ilis tette vissza lövésre, Horváth Zoltán pedig a jobb alsó sarokba bombázott. Mindkét csapat nyílt sisakkal játszott, de újabb gólt a hazaiak szereztek, egy baloldali támadás végén Lukács gurított el Jova mellett, a menteni igyekvő Farkasról pedig saját kapujába került a labda. A hátralévő időben mindkét csapat előtt adódott lehetőség, hogy a maga javára fordítsa a mérkőzést, de a helyzetek itt is, ott is kimaradtak, így 2-2-es döntetlennél zárult a megyei rangadó. Egy hektikus mérkőzés volt. Első félidőben a vendégcsapat volt a jobb, a Nyíregyháza. Ott mi nagyon enerváltan futballoztunk lassan, és kaptunk két gólt is hirtelen. Aztán másik félidő szerintem a miénk volt. Így van, lehetett volna, volt fordulópontja a mérkőzésnek több is. Volt olyan időszak, amikor elveszthettük volna a találkozót, viszont volt olyan, amikor megnyerhettük volna. Tehát erre szokták mondani, hogy lehetett volna így is, meg akár másképp is. Én is azt mondom, hogy az X valahol reális, nagyon nagy iramba futballoztak a csapatok, és mondom, tehát első félidő a Nyíregyházai volt, a másik félidő szerintem a miénk, úgyhogy igazából ez a 2-2 az igazságosnak mondható egy megyei rangadón. A vendégek edzője Lucsánszki Tamás szerint reális eredmény született, bár a helyzetek alapján meg kellett volna nyerniük a mérkőzést. Gratulálni szeretnék mind a két csapatnak ebbe a melegbe, ember feletti iramba futballoztak, azt gondolom.
az első fél időben a rugott gólok alapján, és azt gondolom, hogy a kezünkbe tartottuk a mérkőzést, többször le is zárhattuk volna. Ha rugott gólokat tekintem, akkor igazságos döntetlen született egy fél időt itt, egy fél időt ott. A helyzetek alapján nekünk viszont ezt a mérkőzést többször le kellett volna zárjuk. A forduló további eredményei a következők: Siófok Budaörs 2-1, Csákvár Budafok 1-3, Ceglés Szolnok 3-0, Békés Csaba Vác 1-0, Sopron Grosics Akadémia 2-2, Moson Magyaróvár Kazinc Balcika 0-0, Győr Soroksár 2-0, Zalaegerszeg Dorog 2-1 és MTK Budapest Gyirmót 1-0. A tabella élén a már bajnok MTK áll 75 ponttal, megelőzve a 65 pontos Kisvárdát, az 55 pontos Békés Csabát és az 53 pontos Nyíregyháza Spartakuszt. A Kisvárda szerdán Dorogon lép pályára. Nem csak a kisvárdai futballcsapat, hanem a női kézilabda csapat is pályára lépett vasárnap. Vlatko Djonovic 7. helyen álló együttese a 4. érkező Dunaújvárost fogadta. A vendégek szerezték a találkozó első gólját, és végig előnyben is voltak az első fél időben. Többször is vezetett 4 góllal a Dunaújváros, de a nagyszünetre már 11-13-as állásnál vonultak le a csapatok. A második fél idő elején ismét ellépett a kohász, aztán elkezdte a felzárkózást a házigazda. 22-22-nél lett egyenlő az állás, sőt Dimitrovics góljával a vezetést is átvette a Kisvárda. A folytatásban azonban már csak a Dunaújváros lőtt gólokat, így hiába volt az utolsó támadás a Várdáé, 1 gólos vendéggyőzelemmel zárult a mérkőzés. Nagyon sajnálom én is, hogy nem nyertünk, hiszen nagyon nagy esélyünk volt arra, hogy ezzel a meccsel akár a 6. helyen végezzünk a bajnokság végén. Ez kellett volna nagyon hozzá, nagyon nehezen kezdtük a meccset. A Dunaújváros az első fél időben, mint kés a vaj, úgy ment át rajtunk sajnos. Aztán második fél időben megnehezítettük, és talán át is vettük ugye a kezünkbe a mérkőzést. Hát én is sajnálom, hogy az utolsó percben legalább egy X-et nem sikerült összehoznunk. A vendégek edzője szerint a két csapat jól felkészült egymásból, a végjátékból pedig a szerencsésebb csapat jött ki jobban. Úgy gondolom, mind a két oldalon a védekezés dominált. Itt láthatjuk is a kapott gólok számából. Mi erre fókuszáltunk és erre készültünk a védekezésre, illetve a Kisvárdának a beálló játékának a semlegesítésére. Ez én úgy gondolom, hogy sikerült a mérkőzés folyamán végig, az átlövéseket viszont nem tudtuk kivédekezni, kellőképpen nem tudtuk lereagálni. A Dimitrovics nagyon szépen megtalálta azokat a lövősávokat, ahol a sánc mellett el tudta tenni. Ott volt egy periódus, ahol nem tudtunk vele mit kezdeni. És ugye itt a gyors ellentámadásból, hogyha esetleg védett a kapus a második fél időben, pedig nem tudtuk azt a sebességet, azt a gyorsaságot hozni, amit az első fél időben, hogy könnyű gólokat lőjünk. Az NBA tabelláját a Győr vezeti 42 ponttal, megelőzve a szintén 42 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 25 ponttal 7. Kisvárda szombaton a Ferencvároshoz látogat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Már több mint 2 millió adózó lépett be a Nemzeti Adó és Vámhivatal online rendszerébe, hogy megnézze eszi a bevallásának tervezetét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 300 000 ügyfélnek készített el az adóhivatal az éves bevallását, melyet az elektronikus ügyfélkapunk keresztül pillanatok alatt megtekinthetnek. Akik postán kérték bevallás tervezetüket, a napokban számíthatnak megérkezésére. Még tavaly kezdődött el a fakitermelés Nyíregyházán a Sóstúi erdőben, a terület közkedvelt a sétálók, futók körében, ezért az ott lévő idős akác és tölgyfákat elsősorban biztonsági okokból kellett eltávolítani, mondta el Tölgyfa Gábor 35 perc című műsorunkban. A Nyírerdő ZRT erdészeti igazgatója hozzátette, helyükre tölgyet, akácot, vadkörtét, vadalmát és ezüsthársot telepítettek. Európai Uniós támogatással országos önkéntes programot indít a Magyar Vöröskereszt. A projekt keretein belül 9 megyében, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentkezhetnek a programba olyan 18 évnél idősebb, de a 22. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik középfokú tanulmányaikat sikeresen befejezték és aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint munkahelyel nem rendelkeznek, az önkéntességért cserébe pedig nyelvvizsga vagy jogosítvány jár a fiataloknak.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 30-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.